Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Williams Televízió térségi sporthíradóját látják. Az ülői VKSK férfi kézilabda csapata november 15-én a Vácgárdáját fogadta hazai pályán. A találkozó végeredménye 28-26 lett, ezzel a gárda 10 mérkőzésből 7-et megnyert, 3 alkalommal vereséget szenvedett, ezzel az eredménnyel 14 ponttal a harmadik helyről várja a folytatást. A birkózás is az idei évtől kiemelt állami támogatásban részesült. Erről, valamint a fejlődés irányáról kérdeztük a Gyál és Térsége Birkózó Egyesület elnök helyettesét, Tarpai Károlyt. Nekünk egyébként is volt a gyáli önkormányzattól minden évben egy kisebb összegű támogatásunk, amit jelenleg is ugye idén is kaptunk, bízunk benne, hogy minden évben fogjuk. Azon kívül ugye mi saját cégeinktől finanszírozzuk a Birkózó Egyesületet, illetve hát ami óriási segítség most, amit a Magyar Állam a Birkózó Szövetség, a Magyar Birkózó Szövetséggel kötött, és ők támogatnak bennünket évi több millió forinttal, ami nagyon nagy lendületet adott a Sport Egyesületnek. Nagyon nagy fejlesztéseket tettünk, komoly kondigépekre beruháztunk, komoly dolgokat, létesítményeket tudtunk ebből úgymond felújítani és feljavítani, úgyhogy reméljük, hogy ez továbbra is működni fog, és tudunk ebből tovább fejlődni. Mit gondol az a támogatás, ami a kormány részéről is érkezett, hát mikorra érhet be? Hát ugye folyamatosan már a tavaly évben kaptunk, már ebben az évben is az első fél évit, mert ezt fél évente kapjuk, és fél évente kell vele elszámolunk, már ezt is megkaptuk, és most jön a következő fél évi, amit majd most már tervezgetjük, hogy mire tudjuk költeni. Most decemberben van egy nagyon jó, illetve hát több külföldi birkózó sportegyesület és tartunk kapcsolatot. Most hadd büszkékedjek, hogy december 1-től december 7-ig Spanyolországba tudunk kiküldeni 10 sportolót. Nekik nagy részének fizetjük a repülőjegyét, ugye a kintartózkodásért nem kell fizetnünk, viszont cserébe mi is a nyáron egy hetet itt vendégül láttuk a spanyolokat teljes ellátással, mi is úgy, ahogy ők teszik most velünk, úgyhogy ebből a pénzből tudtuk ezt finanszírozni, és így egy nagyon jó kapcsolatot tudunk ápolni. Ez a gyerekeknek is jó, meg hát a sportnak természetesen. A Gyáli Egyesület életében milyen fejlesztésekre lenne még szükség? Amit majd szeretnénk a későbbiekben, egy kicsivel nagyobb csarnokot, nem nagyon sokkal, annyival, hogy kényelmesen tudjunk ilyen hasonló rendezvényeket rendezni, ugyanis a mi termünk ugye az igazából csak edzőterem, tehát versenyekre nem alkalmas, nem férnek be a nézők, nem tudnak körbeállni, és ebből a szempontból ez sajnos kicsit kellemetlen, hogy nem tudunk versenyeket rendezni, mert ugye az még lendítene a csarnok ismeretségén és reklámján, de hát igazából így is jól működik, hála Istennek, de ezt szeretnénk hosszú távon fejleszteni, illetve egy nagyon komoly konditermet, ami ugye plusz még a többi sportolónak is segít, azon kívül, hogy a birkózóknak egy alap. Az Egyesületnek az idei érem táblája eddig hogy néz ki? Az igazság, hogy büszkék vagyunk, több mint 7 aranyérmünk van már, ezek ugye Magyar Bajnokság, Diák Olimpiai Bajnokság, tehát ezek nem kis egyszerű érmek. Megnyertük a gyermeke korosztályba is a csapatversenyt, a lányoknál, fiúknál is természetesen. Megnyertük az ifjúsági bajnokságot is, úgyhogy nagyon jó haladunk, hát ugye és most itt van a felnőtt csapatbajnokság, hát bízunk benne, hogy ez is a miénk lesz az érem, a legszebb, legfényesebb érem. Mindennapos testnevelés, testnevelés érettségi, a következőkben betekintést nyerünk a követelményekben, valamint a felkészülés kezdeti szakaszába. Iskolánkban 2010 óta rendezünk testnevelés érettségit, abban az esztendőben 4 érettségiztek, 2 fiú és 2 lány, azóta megduplázódott ez az arány. Tavalyi esztendőben 10 érettségiztek, és idén is 10 fognak remélhetőleg sikeres érettségi vizsgát tenni. Maga a testnevelés érettségi lehet középszinten, illetve emelt szinten letenni. Mind a kettő fajta érettségének az a közös tulajdonsága, hogy gyakorlati, illetve elméleti részből áll. Az érettségiző diák utolsó évben jár testnevelés faktora heti 2 óra számban, és itt készítjük fel őket tulajdonképpen célirányosan ezekre a feladatokra. Februárban nyilatkozatot kell tennie, amelyben az atlétika, a labdajátékok és a tornasportákban szert választ. Amikor a testnevelés érettségi zajlik, akkor reggel 8 órakor jönnek be ezek a diákok. Ők a bemelegítés után a különböző szereken fogják bemutatni a gyakorlataikat, méghozzá először a fiúk és utána a lányok, névsor szerint
következnek egymás után. Az első műsorszám az a fiúk esetében a függeszkedés, lányok esetében pedig a kötélmászás, ezután kerül sor a 48 ütemű gimnasztika gyakorlat bemutatására, majd a tornaszerek következnek, szekrényugás és a talajgyakorlat után jön fiúknál vagy a korlát, vagy a gyűrű gyakorlat bemutatása, és lányoknál pedig a gerenda, ezután a labdajáték következik, majd pedig a grundbirkózás, és innen megyünk ki a sportudvarra, ahol az atlétikának a különböző versenyszámaival zárul a gyakorlati bemutatás. Ezután gyorsan zuhanyoznak, és esznek egy pár falatot, és innentől már a megszokott rendben zajlik a szóbeli érettségi. Amíg a gyakorlati érettségi vizsgán 100 pontot szerezhetnek a diákok, az elméletnél 50 pontot kapnak, és ebből áll össze tulajdonképpen a jegyük, és erre kapnak érdemjegyet. Hogy mondjam el, hogy testnevelésből is lehet dicséretet kapni, és érettségin az idei, és hát az elmúlt tanévben egy 12-es diák, Zoltán Roland, aki testnevelésből dicséretet kapott, maximális pontot ért el. Mikor kell eldönteni a diáknak, hogy testnevelésből szeretne érettségizni? Tehát tulajdonképpen a döntés az az utolsó előtti évben történik meg. Írásban ugye nyilatkoznia kell a diáknak, hogy milyen fakton vesz részt, de a döntés már sokkal előbb kezdődik, mert egy megfelelő mozgáskultúrával már rendelkeznie kell neki, mert akkor sokkal könnyebb az érettségi vizsgát letennie. A testnevelési érettségi technikailag hogyan épül fel? Két része van. Az egyik része a gyakorlati, illetve a másik része pedig az elméleti része. A gyakorlat és elmélet mind a két szinten, közép, illetve emelt szinten is van az érettségén. Ez ugye elég furcsa, hogy testnevelésből elméleti vizsga is van. Ez úgy néz ki a pontokban, hogy 150 pontot lehet elérni az érettségén összességében, mind a közép, mind az emelt szinten. Ebből 100 pont a gyakorlati rész, és 50 pont pedig az elméleti rész. Miben különbözik a két vizsga? A középszintű érettségi vizsgában kevesebb gyakorlatot kell bemutatni, kevesebb elemet, ugye, és maga az értékelés sem annyira szigorú, mint az emelt szintű érettséginél. Az emelt szintű érettséginél még kiemelendő, hogy ezek alkalmasak a testnevelési egyetem, vagy a nemzetvédelmi egyetem, vagy bizonyos egyetemeknek a kijelölt felvételi tantárgyaként. Hogyan néz ki egy testnevelés fakultáció? A fakultáció két részből áll. Mielőtt ugye ez az interjú készült, nekünk volt egy elméleti oktatásunk. Az elméleti oktatás egy tanteremben folyik, ami egy nagyon komoly felkészítés, mivel körülbelül 40 tétel az, ami a tanulóknak, illetve témakör ki van adva. Ennek gyakorlatilag az 50%-a biológia tantárgyhoz kapcsolódik. A fiúknak és a lányoknak az a szerencséje, hogy biológia a második szakom, ezáltal sokkal könnyebb ezekre a tételekre felkészülni. Ez ugye ember, anatómia, élettani rész, egészséges életmóddal kapcsolatos összefüggések, táplálkozás, azon kívül mentálhigiéniás foglalkozások, amiket ugye a felkészülés folyamán elméletben tudniuk kell, illetve vannak a sportági elméleti részek, ami az úszás, a torna és a labdajátékok szabályai, illetve az alaptechnikáknak az elméleti tudását tükrözi. Nem azonos képességekkel rendelkeznek a résztvevők, ezt hogyan tudja orvosolni? Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy már a legelső alkalmakkor felmértük és lepontoztuk a lányokat, illetve a fiúkat, ami abból állt, hogy megnéztük, hogy ugye a gyakorlati oktatásban, a testnevelés órákon ki milyen szintre jutott el, és ehhez képest egyénileg alakítottunk ki felkészülési programot a gyakorlati részen. Ez általában legfőképpen tornában nyilvánul meg, mert egy jól képzett, aki általában középszinten vagy akár emelt szinten érettségizik, azokról már elmondható, hogy fizikálisan és szellemileg is az érettségire, testnevelésből természetesen jobban felkészültek, mint az átlag tanulók. A kormány tervei szerint bevezetésre kerül fokozatosan minden évfolyamon a mindennapos testnevelés. Ez a testnevelés érettségire hogyan hathat? Az érettségére mindenképpen pozitívan hat. Ugye azzal, hogy már a jelenlegi rendszerben is ugye ez a felmenő rendszerű 5 órai testnevelés egy héten, ez azt eredményezte,
hogy sokkal jobban lehet a sportági képzéseket, illetve az egyéb olyan állóképességi erő, illetve gyorsasági fejlesztéseket beépíteni a mindennapos testnevelésbe, hogy sokkal könnyebb az érettségére való felkészülés a tanulóknak. Ami azt jelenti, hogy itt körbenéztek a teremben, akkor gyakorlatilag mind a termi, illetve a száradottságok, amik ugye ehhez szükségesek, ezt mindenképpen biztosítja számunkra az iskola, ami ugye elősegíti ezt a felkészülést. Miért fontos ez ugye? Azért, mert bizonyos tárgyi feltételeknek mindenképpen eleget kell tenni ahhoz, hogy erre az érettségére sikeresen fel tudjanak készülni. Egy év távlatából mik a tapasztalatok a mindennapos testneveléssel? Egy év távlatából mindenképpen azt tudom mondani, hogy rendkívül pozitív változást érzek, mivel nem csak a gimnáziumban, hanem az általános iskolai részen is tanítok. Ez azért könnyű, mert egy hosszú távú folyamatképpen az 5. osztálytól egészen a gimnázium 13. osztályáig elkísérhetők a tanulók. Mivel nagyon sok tanuló, aki ugye jó képességgel rendelkezik, nem csak testnevelésből, az itt marad a gimnázium nyelvi osztályába, és azoknak a testi fejlődését és a mentális fejlődését 5-től 13. évig figyelni tudjuk. Az egy év távlatában pedig azt tudom elmondani, hogy mindenképpen a 4 testnevelő azon dolgozik, hogy a testi képességeket, az erőt, az állóképességet és a gyorsaságot a tanulóknál fejleszteni tudjuk, ami ugye nagyon jó átmenet az általános iskolából a gimnáziumba, a jelenlegi állapotok szerint. Felhívjuk a térség sportegyesületeinek és sportkedvelőinek figyelmét arra, hogy a Williams Televízió sporthíradójában lehetőségük van közzétenni sporttal, utánpótlás sporttal, valamint tömegsporttal kapcsolatos hasznos információkat. Várjuk észrevételeiket szerkesztőségünk elérhetőségeire. Jó magam és munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a térség sporthíradójával legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is jó szurkolást kívánok! Viszontlátásra!